tudja mindenki, hogy miért Tusványos ennek a rendezvénynek a neve, hiszen hosszú időn keresztül Bálványoson volt a rendezvény, aztán átjöttünk ide Tusnádfürdőre, és ennek a két szónak a házasításából jött létre a Tusványos. Remek program, nagyszerű idő, nagyon jó beszélgetések, nagyon izgalmas, érdekes kérdésekről szóló eszmefuttatások, úgyhogy igazi, klasszikus, magas színvonalú tusványosi együttlét. Minden évben itt vagyunk, és minden évben igyekszünk jól érezni magunkat. Nagyon sok olyan kollégám van otthon Magyarországon, akik, hogyha találkozni akar az ember, akkor mindig zsúfolt a naptárjuk. És hogyha van egy-egy érdekes dolog, van egy-egy olyan projekt, mint például itt a székelyföldi kutatásfejlesztés, amely igazából senkinek nincs benne a profiljába, de mindenki szeretne vele foglalkozni, mindenkit érdekel, hogy tudja ő hozzátenni egy kis építőkockát, ami az ő saját területe, az hogy tudja hozzátenni, akkor nagyon nehéz ezt a hétköznapokban egy-egy kávé mellett megejteni a zsúfolt naptárok közepette. Itt pedig le tudunk ülni, és egy-egy kerekasztalon, vagy akár egy-egy lazában, egy-egy sör mellett meg tudjuk beszélni ezeket a kérdéseket. Az Infotér Egyesület már 7. alkalommal van jelen. 7. alkalommal helyezi az érdeklődés középpontjába a digitális átalakulás még oly fontos kérdéseit, és idén az Infotér Egyesület és a Digitális Jólét Program között kialakult stratégiai együttműködés jegyében ez egy közös sátor, egy közös rendezvényünk a nagy Tusványosi Nyári Szabad Egyetemen belül, az Infotér és a DJP közös sátrában 3 nap alatt 6 kerekasztal beszélgetés, 6 izgalmas vita, eszmecsere. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az izgalmas programkínálatban, ahol fontos kérdések, körüljárása, megbeszélése, izgalmas kulturális események, nagyon jó koncertek, hajnalig tartó beszélgetések mellett a digitalizáció, a digitális átalakulás rendkívül fontos kérdései is napirenden vannak a színpadon és a színpad melletti beszélgetéseken is. Tusványos jelentősége sok mindenről szól, nekem személyes élmények tekintetében én 10 évvel ezelőtt itt ismerkedtem meg, és jöttem össze azóta most már feleségemmel, tehát nekem egyfajta hazatérés, meg másrészt erdélyi magyarként én itt mindig kicsit ki tudok lépni abból a térből, amiben otthon Magyarországon sosem, tehát ez egyszerre pihenni és feltöltődés, és sok csikisör elfogyasztásának a lehetősége.